Az eddigi leghidegebb éjszakája van előttünk, 20 centis hó van a Bakonyban, 10 000-ek rohanták meg a hegyeket a hétvégén. Mobil oltócsapatok járták ma is az idős otthonokat, a kórházakban pedig egyre többen kapják meg a második adagot a Pfizerből. Biztonságos a kínai vakcinagyár, így látták Pekingben a magyar szakértők, az ott készülő oltóanyag hazai engedélyezéséhez még idő kell. És már jelezhetik a dolgozók, ha igénybe vennék valamelyik adókedvezményt, online is elérhető többfajta nyomtatvány. Ez a híradó este 7:30 az M1-en. Németh Balázs vagyok, jó estét kívánok, kezdünk. A tél eddigi legtéliesebb hétvégéje van mögöttünk, és egy fagyos, valóban hideg éjszaka előttünk. Szinte az egész országban esett valamennyi hó az elmúlt napokban, a Bakonyban a 20 cm-t is meghaladja a hóvastagság. A jövő hét közepén jön az enyhesség, de addig még életben lesz a vörös kódriasztás a hajléktalan ellátásban. És érdemes az idős, egyedülálló szomszédokra is figyelni, nehogy valaki a saját otthonában hűljön ki. Hólapátolással kezdődött a nap a Veszprém megyei Olaszfaluban, ahol 5-10 cm-es hótakaróra ébredhettek az itt élők. A magasabb pontokon pedig még több esett, ennek csak nem a duplája. Talán a hétvégének is köszönhető, de a havazás nem okozott jelentős fennakadást a közlekedésben. Hál' Istennek különös esemény nem történt, sem baleset, sem útlezárás, sem olyan, ami miatt ki kellett volna vonulni, tehát jelenleg jól járhatók a főutak, a mellékutak pedig, ahogy itt mögöttem is láthatják, ilyen havasak, sónedvesek. Havazásra ébredtek a soproniak is vasárnap reggel. Az utak azonban itt is járhatóak voltak, és komolyabb fennakadás sem történt. A szakemberek mindenkit óvatosságra intenek, azt ajánlják, csak úgy induljunk útnak, ha felkészítettük az autót a télies útviszonyokra. A legtöbben ezt már korábban megtették. Égoldó sprével az a legbiztosabb, én azt mondom, a reggeli kapargatást elkerülni, azzal mégiscsak meg lehet könnyíteni. Illetve természetesen a téli gumik, az ablakmosó folyadék téli verzióra váltása, az volt még nagyon fontos, illetve még ami az autón ez szükséges, azért a fagyálló. A hóval a fogcsikorgató hideg és a fagy is megérkezett, amely hajléktalan embereket viseli meg leginkább. Az ő védelmükben vezette be vasárnap déltől az úgynevezett vörös kódot az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Ez azt jelenti, hogy mostantól valamennyi bentlakásos szociális intézménynek be kell fogadnia a fedél nélkülieket, ha a hajléktalan ellátórendszerek megtelnek. A Székesfehérvári Kríziskezelő Központ speciális lakókonténereket alakított ki az utcán élő rászorultaknak. Azt mondják, arra is figyeltek, hogy az embereket megfelelően elkülönítsék egymástól, így védve őket a koronavírustól. Van a menedékhelyen bőven férőhely, illetve még az időszakos férőhelyünkön is van bőven férőhely, de mindig az volt a cél, és ezt a fenntartó megértette és segítette a munkánkat, hogy ilyen kisebb lakóegységeket hozzunk létre, ahol ugye a Covid miatt talán tudunk jobban védekezni, hatékonyabban el tudjuk különíteni az embereket. Az előrejelzések szerint hétfő virradóra az ország több pontján is mínusz 15 fok alá csökkenhet a hőmérséklet, vagyis az idei tél eddigi leghidegebb éjszakája előtt állunk. Csíkszeredán még ennél is hidegebb volt vasárnap reggel, a város nyugati szélén mínusz 23 Celsius fokot mértek a meteorológiai állomáson. Csíksomjón mínusz 24 Celsius fokot is mutattak a hőmérők, az itteni rekordtól azonban még ez is nagyon messze volt. Visszamenőleg valójában nem akkora nagy dolog ez a mínusz 22 fok, hiszen ugye, hogyha tekintetbe vesszük az abszolút minimum hőmérsékletünket, a mínusz 38,4 fokot itt Csíkszeredában, mint mértünk, ez nem volt éppen annyira nagyon hideg ma reggel. Érdemi változás a jövő hét közepén várható. Molnár Csilla itt van a stúdióban, és már nevetgél, mert melegben vagy, de kint hideg van ám. Mínusz 13 fokot láttam Zabaron nemrég, de mínusz 10 van többfelé már. És ennél csak hidegebb lesz a következő pár órában. Tényleg egészen csípős éjszakára számíthatunk. Országhatárainkon belül több ponton is mínusz 10 fokig süllyed a hőmérséklet, és kicsit sem meglepő módon az északi középhegységben lesz a leghidegebb, ahol mínusz 14, mínusz 15 fok is előfordulhat. De a hazánk teljes területét nézzük, akkor látható, hogy a Kárpátok északi és keleti vonulata mentén bizony mínusz 20 fokig is süllyed a hőmérséklet, Erdélyben mínusz 22 fok is lehet. Viszont volt már ennél jóval hidegebb telünk is. Összeírtam az elmúlt
kicsivel több mint 100 év első 5 helyezettjét, ami a minimum hőmérsékleti rekordokat illeti. És látható, hogy 1942-ben a hónap második felében Baján mínusz 34 fok alá is süllyedt a hőmérséklet, de nem is olyan régen 2003-ban Zabaron is majdnem mínusz 32 fokos volt a hideg. Zircen, Putnokon és Pakson is előfordult már, hogy mínusz 30 fok alá ereszkedett a hőmérséklet, úgyhogy azt hiszem, hogy a jelenlegi mínusz 10, mínusz 20 fok körüli minimumokkal annyira nem is panaszkodhatunk. Holnap még a maximumok egyébként negatív tartományban lesznek, kicsivel 0 fok alatt, de holnap utántól határozottan melegszik majd a levegő, úgyhogy enyhül az időjárás. Nagyon szépen köszönjük. Igen, erre a mínusz 15-re felkapjuk a fejünket ezen a télen, de egyébként egy ilyen középkategóriás hideg. Bizony. És amilyen gyenge az idei tél Magyarországon, olyan kemény támadásai vannak Nyugat, illetve időnként Dél-Európában. A hétvégén például Párizsban és Angliában is havazott, az Alpokban is nagy hó esett, ezúttal a hegység északi oldalán. Moszkvában pedig napok óta hamisítatlan orosz tél van, elég ritka volt ez az elmúlt években. Napok óta sűrű havazás nehezíti az emberek életét Moszkvában, az orosz fővárosban több ezer munkás takarítja a havat, és a hókotrók is megállás nélkül dolgoznak. A helyieknek nem csak a csúszós utakkal és járdákkal kell megküzdeniük, de a hideggel is. Moszkvában éjszakánként mínusz 25 fok körüli hőmérséklet van. Németország déli részén is sok hó esett az elmúlt napokban, Magyarország hegyvidéki területein helyenként másfél méteres hótorlaszok alakultak ki az utakon. A nagy havazásnak halálos áldozata is van, az ország déli részén egy 72 éves nő vesztette életét. Az asszony a kutyáját sétáltatta, amikor rázuhant egy fa. A nőt a fia találta meg a hóban, kórházba szállították, de olyan súlyos sérülései voltak, hogy már nem tudták megmenteni az életét. A meteorológusok szerint a környéken élők még nem lélegezhetnek fel. A következő napokban újabb havazás várható a térségben. Párizsba is megérkezett a havazás, szombaton néhány centiméternyi esett. A francia fővárosban sokan kihasználták, hogy este hatig a szabadban lehettek. Olyan is volt, aki azt is kipróbálta, milyen lecsúszni a Montmartre tetején levő Sacré-Cœur bazilikától, a dombon egy kartonpapíron. Párizs gyönyörű, különösen most, hogy havazik. Spanyolországból jöttem vissza, ahol én laktam, ott még nem esett ezen a télen. Nagyon örülök most ennek, mondta egy párizsi férfi. Hatalmas hóval és hirtelen hőmérséklet csökkenéssel köszöntött be a tél Svájcba is. Vannak olyan kantonok, ahol közel 80 cm-nyi hó hullott, országszerte több városban lavinariasztás lépett életbe, több forgalmas utat lezártak. Ezek a képek már Nagy-Britanniában készültek. A Szigetország keleti részén van jelenleg érvényben riasztás a havazás miatt. Egyes helyeken akár 8 cm-nyi hó is hullhat a térségben, a havazást hétfőtől heves esőzések válthatják fel, a meteorológusok szerint. A szakemberek áradásokra figyelmeztetnek a környéken. Heves esőzésekkel és havas esővel érkezett meg a tél Görögországba is a hétvégén. Az elmúlt napokban a hőmérők higanyszálai meredeken zuhanni kezdtek az ország számos pontján, többfelé eljegesedett utak és hóátfúvások nehezítették a közlekedést. Nézzük a járvány híreit. Ma is járták a mobiloltó csapatok az idős otthonokat szerte az országban. A Moderna vakcinával oltják be önkéntes alapon az intézmények lakóit, illetve dolgozóit. Ekközben a kórházakban a Pfizer oltásoknál folytatódott a második kör. Ma már azok kapták a szinte teljes védettséget biztosító második dózist, akiket december 27-én oltottak először. Ez volt az a pillanat, amikor karácsony után Iványos Szilvi, a Korányi Pulmonológiai Intézet főorvosa megkapta az első adag vakcinát. Remélem nem fáj. Ez pedig az a pillanat, amikor vasárnap a Pfizer-BioNTech közös készítményének a második dózisát is megkapta. Várhatóan 10 napon belül 95%-os védettséget szerez a koronavírus fertőzéssel szemben. Én a családomat szeretném védeni, a munkatársaimat, a velem a buszon utazó ismeretlent is, aki esetleg nem kaphatja meg a vírus, vagyis az oltást. Úgyhogy gyakorlatilag ez a célja a dolgoknak. Nekem az oltástól sem volt reakció, hogy enyhe karfájás pár órán át az első nap. Nem tapasztalt jelentős tüneteket magán az elmúlt 21 napban a Honvéd Kórház intenzív osztályának vezetője. Csomós Ákos is megkaphatta a második adagot az oltásból. Azt mondta, a vakcina segítségével elkerülhetők a súlyos következmények. Ez a legfontosabb.
Ha meg is kapom utána a fertőzést, egy enyhébb tünetekkel zajló kisebb influenza lesz csak, és nem kerülök intenzív osztályra lélegeztetőgépre. Ez a két pecsét, ez meg a két oltás, tehát az orvosi pecsét, hogy beadásra kerül. A Honvéd Kórházban 20-an kapták meg az emlékeztető oltást. Az oltóközpont vezetője, Varga Anna Mária azt mondta, komoly feladat megszervezni, hogy mindenki időben megkapja a második dózist. A mi intézményünkben 9 oltóponton zajlanak az oltások, és nagyon fontos azt összehangolnunk, hogy megkapja az is, aki az első oltásra jön a neki járó oltást, illetve ami ennél még sokkal fontosabb az, hogy rendelkezésre álljon az oltóanyag a második oltások felvételére. Azért van két szék, mert maga kiírva. Fazekas László a jobb karjába kérte az ismétlő oltást Nyíregyházán. A főorvos 73 évesen is aktívan praktizál. Azt mondta, számára lelki megnyugvást jelent, hogy megkapta a második adagot is. Tovább kell védekezni, majdnem ugyanúgy, de én nem félek annyira most már ettől a betegségtől, mert a betegség az legalábbis az én koromban azért nagyon ledöntene. Nem tudom, hogy csinálja, de nem érzel egyáltalán. A Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet vezetőjének, Pap Csabának is beadták a második oltását. Vele együtt összesen 54-en kaptak ismétlő injekciót a megyeszékhelyen, ahová az elsők között érkezett decemberben a Pfizer-BioNTech készítménye. A dolgozók nagyon várták ezeket az oltásokat, ugye több ezer egészségügyi dolgozót oltottunk már be, és itt már a járványügyi ellátó központban, vagy azért, mert valaki átesett a fertőzésen, vagy azért, mert be van oltva, rendkívül biztonságosan fogunk nekivágni a következő hónapoknak. Fertőtlenítünk. Közben folytatódott az oltás a 100 főnél nagyobb létszámú idős otthonokban is. Az ott élők és dolgozók az amerikai Moderna vakcináját kapták meg. Lázas nem volt mostanában? Nem volt, az Istenem. Orvosi vizsgálat után adják be a Moderna vakcinát, és az oltás után ebben az esetben is mindenkit megfigyelnek, hogy kiszűrjék az esetleges reakciókat. Lakók és dolgozók váltották egymást az oltásra kialakított szobában. Felelősek vagyunk ezekért az emberekért, és felelősek vagyunk minden pillanatukért, minden percükért, hogy élik meg az életüket. A Békés megyei Mezőberényi Református Szeretet Otthonban egymást követték az oltásra várók. A gondozottak több mint fele kérte a vakcinát. Én úgy érzem, hogy ez szükséges mindenkinek. És szeretném már tényleg szabadon élni egy kicsit, hogy mozoghassunk. A hétvégén 19 idős otthon több mint 30 telephelyén, mintegy 3400 szépkorú és dolgozó kapta meg a védőoltást. Biztonságos körülmények között egy korszerű gyárban állítják elő a koronavírus elleni kínai vakcinát. Erről számolt be az M1-nek az egyik magyar szakértő, aki az elmúlt napokban megnézhette a Sinopharm nevű cég pekingi gyárát. De hozzátette, hogy egyelőre csak a gyártásról tud nyilatkozni, az oltóanyag magyarországi vizsgálata még időt vesz igénybe. Tegnap derült ki, hogy a kormány számításai szerint még több mint fél évig maradhatnak a lezárások, ha csak az unióból érkező vakcinákkal oltanak Magyarországon, ezért lenne érdemes más forrásból gyorsan, de biztonságos oltóanyagot vásárolni. Kedden még 47 ezer ember oltására elegendő Pfizer vakcina érkezett Magyarországra. A jövő héten viszont már kevesebb adag jöhet brüsszeli forrásból. A Pfizer elismerte, hogy ideiglenes fennakadások lehetnek a belgiumi üzemük bővítése miatt, de hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően jelentősen nőnek majd a gyártókapacitásaik. A rend előreláthatólag március elejére áll helyre. A magyar kormány már a kezdetektől fogva kevesli az érkező mennyiséget. Elhibázottnak és lehetetlenül lassúnak tartja Brüsszel vakcina beszerzését. Ezzel nincs egyedül. A svéd, a dán, az észt, a litván, a lett és a finn szakminiszter hivatalosan is tiltakozott az Európai Bizottságnál amiatt, hogy alig jutnak hozzá ahhoz az oltóanyag mennyiséghez, amit Brüsszel kötött le a gyártónál. Krisztina Kiuru család és alapszolgáltatási miniszter annak a véleményének adott hangot, hogy Finnországban tulajdonképpen csak csordogál az Európai Unió által beszerzett vakcina. A BioNTech és a Moderna vakcinájáról beszélünk. December 27-e óta Finnországnak 50 ezer adagot kellene kapni egészen hónap végéig, és ebből nem minden érkezett meg. Magyarország is értesült a Pfizer szállítmányok akadozásáról, de aki megkapta az első védőoltást, annak rendelkezésére áll a második adag, amely szükséges ahhoz, hogy a teljes immunitás kialakuljon. Emelte ki az országos tiszti főorvos a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában.
Müller Cecília hangsúlyozta, semmiképpen nem szeretnének változtatni a hazai koronavírus oltási terven. Készülünk rá, hogy ne kelljen csökkenteni semmiképpen a beadott védőoltások mennyiségét. Olyannyira készülünk, hogy már korábban is elhangzott, hogy minden sarkát felkutatunk a világnak, ahol van esélyünk arra, hogy hatékony és biztonságos vakcinát szerezzünk. Hát így jönnek sorba azok az unión kívüli előállítók, gyártók is, amelyeket szintén megkeres a magyar kormány. Miután csütörtökön nyilvánosságot kapott, hogy Magyarország előre haladott tárgyalásokat folytat kínai oltóanyag vásárlásáról, néhány órán belül 14 európai ország jelentkezett a gyártónál, közölte közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára. Mencer Tamás úgy fogalmazott, mostanra valószínűleg egész Európa Kínában áll sorba ismét. Leszögezte, magyar szakemberek a helyszínen is tanulmányozzák az oltóanyag előállítását. Mi a karácsony napokban szerveztük meg a magyar orvosok kiutazását, akik az érkezést követően megkezdték a kéthetes karanténjukat a kínai szabályoknak megfelelően. A karantén időszak alatt dokumentumokat elemeztek és videokonferenciákon vettek részt, majd a karantén lezárását követően kezdhették meg a helyszíni vizsgálatot, és éppen tegnap nyilatkozott az egyikük arról, hogy elégedettek, mindent meg tudtak nézni Kínában, amit meg akartak nézni, és elégedettek az eredménnyel. Majd meghozzák a döntésüket, akármi is lesz az, én nekik hiszek. Pekingben az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet szakértői a Sinopharm gyárában tájékozódhatnak. Lukács Ferenc, az OGI főosztályvezetője a helyszínről azt mondta az M1-nek, hogy a vakcinát biztonságos körülmények között korszerű gyárban állítják elő. A gyártási folyamat biztonságos, ugye ez nem ugyanaz, mint a vakcinának a hatásossága. Ez még további vizsgálatokat igényel, tehát mindenképpen ezt még be kell nyújtaniuk, de a gyártás az megfelelő biztonsággal történik. A miniszterelnök utasítására a pénzügyminisztérium a napokban több 10 milliárd forintot különített el a brüsszeli keretszerződéseken kívüli vakcinák beszerzésére. Magyarország Kína mellett Oroszországgal is egyeztet a vakcina beszerzésekről. Kormánykörökben lehetségesnek tartják, hogy márciusig akár 2 millió ember beoltására is elegendő vakcina érkezik Magyarországra Brüsszelen kívüli forrásokból. A baloldali pártok továbbra is azt hangoztatják, hogy veszélyes lehet a kínai oltás, a kormány szerint viszont a vakcina nem politikai kérdés, csak olyan oltóanyagot vásárolnak, amelyeket a magyar egészségügyi hatóságok biztonságosnak tartanak. Arra kérte a kormány a Gyurcsány lista politikusait, hogy hergelés helyett inkább a védekezést segítsék. A kínai gyártók körül ráadásul súlyos bizonytalanságok vannak. Hazárdjátéknak nevezte a kínai oltóanyag alkalmazását a Párbeszéd volt EP képviselője vasárnap online sajtótájékoztatóján. Jávor Benedek szerint a technika azért rossz, mert az a hagyományos, legyengített kórokozóval történő oltásra épül. Egy rendkívül régi módszer, amelynek keretében teljes egész előtt kórokozó alkalmaznak oltásként. Ez egy több mint 100 éves technológia. Jávor Benedek azt is kétségbe vonta, hogy a magyar hatóságok megfelelően járnak el a vakcina bevizsgálásakor. Vajon a magyar hatóság egy rendkívül erős politikai nyomás alatt néhány napon belül meg tudja tenni azokat a szükséges, el tudja végezni azokat a szükséges vizsgálatokat. Pártársa Szabó Tímea a kínai vakcina elleni bírálatokkal már az ATV stúdiójáig ment. Hát, hogyha a magyar gyógyszerügynökség gyorsan teszi a dolgát és engedélyezik kínait, akkor már... Ez is egyébként egy elképesztően aggasztó dolog. A Párbeszéd társelnöke, miközben a kormánynak éppen azt rótta fel, hogy a kabinet szerinte nem igyekszik növelni az emberek oltásokba vetett bizalmát, többször is azt sugallta, hogy a kínai vakcina rosszabb, mint a többi. Miből gondolja Orbán Viktor, hogyha egy Európai Unió által jóváhagyott vakcinával kapcsolatban kétségeik vannak a magyar emberek, és nem akar-e, akkor majd egy kínai vakcinára azt mondja, hogy hát persze, hát a kínait, azt nagyon szívesen. Ha az uniós és a magyar hatóságok is rábólintanak a kínai vagy akár az orosz vakcinára, akkor nem lesz miért kételkednünk az alkalmazhatóságukban. Ezt írta viszont a Párbeszéd másik társelnöke, Karácsony Gergely a közösségi oldalon. A főpolgármester bejegyzése alapján úgy tűnik, teljes a káosz a pártban az unión kívülről érkező oltóanyagokkal kapcsolatban. Karácsony Gergely ugyanis Szabó Tímeával és Jávor Benedekkel ellentétben úgy fogalmazott,
Lehet egy Kínában vagy akár Oroszországban gyártott vakcina is hatékony és biztonságos, ám ezt inkább ne politikusok sugallják. Szeretnénk megakadályozni, hogy a kínai vakcina... A baloldali politikusok hetek óta támadják a nekik nem szimpatikus oltóanyagokat. Gyurcsány Ferenc pártja szombaton egy online petíciót is elindított. Miközben világszerte már több millió embert oltottak a kínai vakcinával, a DK itthon arra kéri az embereket, hogy erre mondjanak nemet. Mindeközben Gyurcsány Ferenc a közösségi oldalán azt állította, ez most nem politika. A kormányzati tájékoztatási központ szóvivője ugyanakkor az M1-nek azt hangsúlyozta, ha a kormány nem tárgyalna a Brüsszelin kívül más oltóanyagokról is, akkor a korlátozásokat legkorábban ősszel lehetne feloldani. Magyarország ezért abban érdekelt, hogy minél hamarabb, minél több forrásból álljon rendelkezésre biztonságos, a hatóságok által ellenőrzött és hatékony vakcina. Az, hogy a Gyurcsány vezette baloldal lényegében minden pontját támadja a védekezésnek, az nem meglepő. Ők abban érdekeltek, hogy a járvány minél tovább elhúzódjon, de arra kérjük a Gyurcsány lista baloldali politikusait, hogy a hergelést fejezzék be, és végre inkább segítsék a védekezést. Orvosminiszterként elítélem az üzleti, vagy éppen politikai érdekből történő félelemkeltést, a tények relativizálását és a bizalmatlanságot eredményező sejtetéseket. Ezt már az emberi erőforrások minisztere írta a közösségi oldalán vasárnap. Kásler Miklós hangsúlyozta, a vakcinák körüli felelőtlen hangulatkeltés a korlátozásokból vezető kiutat ássa alá. Hozzátette, az oltóanyagok kizárólag csak azután lesznek elérhetőek a magyar emberek számára, miután a szakhatóságok megadják azokat a szükséges engedélyeket, amelyek igazolják biztonságosságukat és hatásosságukat. Egy nap alatt 1241 embernél mutatták ki a koronavírust, a reggeli adatok szerint 77-en haltak meg a járványban, 4345-en vannak kórházban, közülük 329-en lélegeztetőgépen. Eközben hamarosan eléri a 3 milliót a koronavírus tesztek száma Magyarországon. Ezen a hétvégén, ahogy már mutattuk tegnap is, a gyermekvédelemben, valamint a szociális alapellátásban dolgozók kérhettek ingyenes tesztet. Akik mentek, főként azt mondják, hogy megnyugtatja őket, hogyha a kezünkben van egy negatív eredmény. Tömegesen, egyszerre csaknem 130 helyszínen tesztelték a hétvégén a szociális alapellátásban dolgozókat, a többi közt a családsegítőket, az idős és gyermekgondozókat, a hajléktalan ellátásban résztvevőket, valamint a falugondnokokat. Az ingyenes és önkéntes mintavételt sokan kérték Debrecenben. Kollégáim, meg az embertársaim miatt, ugye mert hogy ne fertőzzek, ha esetleg pozitív vagyok. Az esztergomi szűrőpontokra is folyamatosan érkeztek teszteltetni, volt, aki már rutinosan. Ebben a hónapban már a második, januárban is volt, amikor a pedagógus teszt volt, és hát rendszeres decemberben is volt kettő, októberben is egy, és eddig mind negatív szerencsére. A kaposvári járási hivatal központjában 10 percenként fogadták a szociális alapellátásban dolgozókat. Adategyeztetés és rövid tájékoztatás után azonnal le is vették a mintát. Olyan közegben dolgozom, hogy a saját, a családom és a munkatársaim és a szülők és a nevelőszülők és a gyerekek védelmében is fontos ez, hogy tudja az ember időnként, hogy negatív. Somogy megyében 6 tesztelési pontot alakítottak ki, mindenhol nagy volt az érdeklődés. Már az első napon is szinte minden időpontot lefoglaltak, és itt Somogy megyében csak úgy, mint a többi ágazatban, itt is aktívak voltak azok, akiknek lehetőségük volt arra, hogy a tesztelést eljönjenek. Gyors tesztet végeztek, az eredmény negyed óra alatt megvolt. Ha pozitív lett, akkor értesíteni kellett a házi orvost, aki PCR vizsgálatot rendelt el. A szűrést orvostanhallgatók és a kormányhivatal szakemberei közösen végezték. Tesztelésben saját kollégáink, azok az egészségügyi végzettséggel rendelkező kedves kollégánk járnak el, akik igyekeznek segíteni embertársaikon. A Székesfehérvári központi kormányhivatalban több száz mintát vettek le. A megyében még további 6 helyszínen lehetett kérni a tesztet, előzetes regisztráció nélkül is. Akik itt a szűrésen részt vesznek, egyrészt a családjuk, idősebb hozzátartozóik, a kollégáik, és nem utolsó sorban a rájuk
megbízott emberek, gyermekek további egészségi állapotáért is felelősek. A járvány kezdete óta már csak nem 3 millió mintát vettek Magyarországon. Többször volt korábban tömeges tesztelés, például az oktatási egészségügyi intézményekben, idős otthonokban. Most hétvégén a szociális ellátásban dolgozóknak mintegy 47 ezer embernek volt lehetősége az ingyenes vizsgálatra. Vissza még az oltásokhoz. Láthatták már, hogy több uniós tagállam Magyarországhoz hasonlóan azzal a problémával küzd, hogy Brüsszel túl kevés vakcinát tud küldeni, azt is nagyon lassan. Szerbiának nincsen ilyen problémája, ők bejelentkeztek az amerikai, az orosz és a kínai oltóanyagra is, és kapnak is szállítmányt. A tervek szerint dönthetnek majd a szerbek, hogy milyen fajta oltást kérnek. A 95 éves Gombár Imre vehette fel elsőként a koronavírus elleni védőoltást Szabadkán. Mindenkit arra biztat, hogy éljen a lehetőséggel. Biztos, hogy jó, ha már be akarják adni, akkor előzőleg biztos, hogy ellenőrizték. És én ajánlanám mindenkinek, hogy vegye föl, és akkor jövő nyáron már lovon leszünk, nem kell félnünk, és nem kell maszkban járni az utcán. Szerbiában december 24-én kezdődött meg a védőoltások beadása. Elsőként az egészségügyi dolgozók kapták meg a Pfizer-BioNTech vakcináját. Napokkal korábban, mint az Európai Unió országaiban, és egyedüliként a Nyugat-Balkánon. Pénteken Belgrádban, szombaton pedig a legtöbb szerbiai nagyvárosban elkezdődött a 75 év felettiek oltása, akik online vagy telefonon előzetesen jelezték, hogy kérik valamelyik védőoltást. Szeretném mondani, hogy nem kell félni védőoltástól, bármelyik védőoltás jó. Tehát legyen az amerikai, kínai, Oroszországból, vagy valami negyedik országból, mert ezek a védőoltások modern technológiai védőoltások. A 7 milliós országban eddig 280 ezeren jelezték, hogy élnének a védőoltás lehetőségével. Az igénylés leadásakor választani is lehet. A nyugati Pfizer-BioNTech, Moderna és AstraZeneca, valamint az orosz Sputnik és a kínai Sinopharm oltóanyagai közül. Szombaton megérkezett a kínai Sinopharm 1 millió adagos szállítmánya is, aminek hatósági jóváhagyása várhatóan hamarosan megszületik. Kína az első ország, amelyik megosztja másokkal saját oltóanyagait. Alig 16 nappal azután, hogy a Sinopharm vakcinája megkapta az engedélyt Kínában, már jelentős mennyiséget szállítottunk Szerbiába, mondta Kína belgrádi nagykövete az oltóanyag érkezésekor. Szerbiában eddig 22 ezer embert oltottak be. A kormány célja, hogy a következő napokban 300 oltóponton, helyszínenként és óránként 50-100 ember kapja meg a védőoltást. Nagy-Britanniában továbbra is drámai a járványhelyzet, az angol mutáns vírus miatt sok az új fertőzött, még úgy is, hogy gyakorlatilag hetek óta az egész ország zárva van, és beutazni is egyre nehezebb. Az oltási kampány viszont továbbra is gőzerővel halad, sorra nyílnak az oltóközpontok, az a cél, hogy mindenkinek maximum 10 mérföldet, tehát nagyjából 16 kilométert kelljen utaznia a legközelebbi oltópontig. Kivételesen nem a vasárnapi misére érkeztek az emberek a Salisbury katedrálisba. Istentiszteleti helyszínből rögtönzött oltóközponttá alakult át több nagy templom is Nagy-Britanniában. Az egyházi vezetők örömmel tettek eleget a kormány felkérésének, mivel úgy gondolják, az egyháznak kötelessége minden lehetséges eszközzel segíteni az embereket. 800 éve minden nap legalább kétszer imádkozunk ezen a szent helyen. Nap mint nap imádkozunk a nemzet gyógyulásáért. Így még nagyobb öröm, hogy az imádkozás mellett így is hozzájárulhatunk az emberek egészségéhez, mondta az esperes. Harangjátékkal hívogatja az embereket a katedrális, azonban itt sem misére készülődnek. A Litchfieldi nagy templomot szintén oltóközponttá alakították át a napokban. Ez az ideiglenes átalakulás többek között arra hívja fel a figyelmünket, hogy átgondoljuk templomaink és közösségeink valódi szerepét a társadalomban, mondta a helyi lelkész.
Az oltásokban segítkező egészségügyi dolgozók először fenntartásokkal álltak a nem mindennapi helyszínekhez. Mostanra azonban már ők is pozitívan értékelik, a templomok adta lehetőségeket. Ez egy hatalmas fedett tér, egy óriási épület, mondta az oltásban segítkező nővér, aki hozzátette, hogy a katedrális szellemisége reményt ad az egész napi fárasztó munkájukban is. Nem csak a katedrálisok kaptak ideiglenes új szerepet Angliában. Több sportközpont és stadion is oltóközponttá alakult át. A bristoli Ashton Gate stadion egyike a hét nagy angliai oltóközpontnak. A stadion több ezer ember tud fogadni naponta, így még hatékonyabbá tudják tenni az országban már zajló oltási programot. De oltóközponttá alakították a lóversenypályát is, ahol a híres epsomi derbiket tartják. A kormány február végéig tervezi beoltani a 70 év feletti lakosokat és az egészségügyi dolgozókat is, ami megközelítőleg 2 millió embert jelent. A brit egészségügyi miniszter szerint szeptemberre a teljes lakosságot beolthatják. Angliában eközben továbbra is drámai a járványhelyzet. Pénteken közel 56 ezer új fertőzöttet regisztráltak, így az oltási program beindulása ellenére sem lehet enyhíteni a szigorú korlátozásokon. Tovább bővül az oltási kampány Izraelben. Az elmúlt napokban már az 50 év felettiek is megkapták a védőoltást, mától pedig a 45 és 50 közötti korosztályt is elkezdték oltani. Eddig a lakosság csaknem negyede kapott már koronavírus elleni vakcinát, többen már a második adagot is. Izrael világ első. Izraelben egyébként másfél hete tart a harmadik teljes lezárás, a kormány várhatóan még egy héttel meghosszabbítja az állatot. A legfrissebb adatok azonban már jelzik, hogy az oltási kampány hatására jelentősen csökkent az új fertőzöttek száma. Jelenleg már több mint 2 millió embert beoltottak, ami a lakosság 23%-át jelenti. Az életkor mellett nagyon fontos az, hogy valakinek van a háttérbetegsége, ők is soron kívül megkapták az oltást, illetve különböző foglalkoztatási csoporthoz tartozóakat is előre vettek. Először az egészségügyieket, később a biztonsági dolgozókat, majd a pedagógusokat is elkezdték a múlt héten oltani. A Moderna gyógyszercég 7,5 millió adag vakcinát szállít több részletben Svájcnak rövid idő alatt az év közepéig, ami azt jelenti, hogy Svájc az első országok között lehet, amelyik a lakosság csaknem felét be tudja oltani. A Moderna nem raktároz, hanem amint legyártja az oltóanyagot, azonnal viszi a megrendelőknek, ezt mondta a gyógyszercég európai vezetője. Szerinte Svájc nincsen kivételezett helyzetben, hanem azért kapnak ilyen sok vakcinát ilyen rövid idő alatt, mert elsőként rendeltek tőlük, és elsőként ajánlottak partnerséget az amerikai cégnek. Vannak ugyan saját gyáraink, de amikor azt mondtam a csapatomnak, hogy évi 1 milliárd dózist kell gyártanunk, egyértelmű volt, hogy erre nem elég a kapacitásunk. Ezért volt fontos a hely és a kapacitás, amit a svájci Lonza felajánlott nekünk az együttműködés részeként. Nem menekül a teljes zárlatból Ausztria, újabb 2 héttel meghosszabbítják az óvintézkedéseket, tehát nem egy, hanem legkorábban 3 hét múlva kezdődhet az enyhítés. Február 8-áig így marad az egésznapos kijárási tilalom, és maradnak zárva az üzletek, a szállodák, valamint az éttermek Ausztriában. Az osztrák lakosság egy része egyre türelmetlenebb, tegnap több városban tüntettek a korlátozások ellen. Több ezren tüntettek az osztrák kormány koronavírus intézkedései ellen szombaton Bécsben. A tiltakozókat az iskolabezárások, illetve a gazdasági visszaesés okozta aggodalmak vitték az utcára. Elárasztanak bennünket a házi feladatok, de már belefáradtunk. Vissza akarunk térni az iskolába, panaszolt egy 18 éves diák. Nem nézhetjük tovább, ahogy lassan mindenünk elúszik, mondta egy salzburgi vállalkozó. Vasárnap több mint 1200 új koronavírusos esetet regisztráltak Ausztriában, a kormány pedig további szigorító intézkedéseket jelentett be. A jóval fertőzőbb brit és dél-afrikai vírusmutáció már az egész Európai Unióban elterjedt, és Ausztriában is jelen van. Ez pedig még jobban bonyolítja a helyzetünket, a következő 2-3 hónap még nagyon nehéz lesz. Mondta Sebastian Kurz, hozzátéve, el kell kerülni az Angliában és Írországban előállt helyzetet, ahol a mutáció miatt robbanásszerűen megnőtt a fertőzések száma. A 2020 végén elrendelt szigorítások eredetileg a jövő hétvégéig tartottak volna, de az már biztos, hogy február elejéig nem lesz enyhítés.
január 25-től az emberek között betartandó minimális távolságot 1 méterről 2-re növelik, a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön pedig az egyszerű védőeszközöknél nagyobb védelmet nyújtó, úgynevezett FFP2-es arcmaszkot kell kötelezően viselni. Ezeket a maszkokat önköltségi áron kínálják a boltokban, az alacsonyabb jövedelműek pedig ingyen juthatnak hozzájuk. A korábbi tervekkel ellentétben hétfőn nem nyitnak ki az iskolák sem. Bécsben és Alsó-Ausztriában február 8-án, a többi tartományban február 15-én kezdődik az oktatás. Ám a gyerekek csak váltott csoportokban térhetnek vissza, az alsó tagozatosok kivételével a maszkviselés pedig mindenhol kötelező. A diákokat egy kíméletesebb gyors teszttel szűrik, amit a kisebbeknek a szülők otthon végezhetnek el. Az orrnak az előső részéből lehet, történhet a mintavétel, másrészt pedig sokkal könnyebben kezelhető is. Ez úgy néz ki, hogy az alsó tagozatos gyerekeknek odaadják a tesztkészletet, hogy vigyék haza, és a szüleikkel csinálhassák meg. A felső tagozatos gyerekeknél is kell szülői beleegyezés, de ők már elvégezhetik az iskolába, esetleg az iskolaorvos, vagy pedig képzettebb tanár, biológia tanár segítségével. A középiskolásoknál már nem kell szülői beleegyezés, ők az iskolában végzik majd, többnyire közösen, mindenki önmaga, de hangsúlyozzák, hogy ez mindenképpen önkéntes alapon történik. A február 8-áig érvényben levő lezárást a járványhelyzet függvényében fokozatosan oldják majd fel. A szigorú korlátozások ellenére azonban az ausztriai síközpontok néhány kivétellel továbbra is üzemelnek, igaz, külföldi vendégeket nem fogadhatnak. Itthon elkezdődött az ökumenikus imahét, a következő napokban a különböző felekezetű gyülekezetek ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket, és imádkoznak a keresztények egységéért. Az imahét nyitó istentiszteletét a Szent István Bazilikában tartották, a szertartást Erdő Péter bíboros, valamint Steinbach József, a Református Egyház Dunántúli Egyházkerületének püspöke vezette. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára az M1-en azt mondta, az imahét eseményein betartják a járvány miatt hozott óvintézkedéseket. Ez nagyon-nagyon fontos manapság, és pláne ebben a járvánnyal teli világban még inkább fontos, hogy szeretetben figyeljünk oda egymásra, és próbáljunk meg úgy gondolkodni, hogy ez egy békességben, együttgondolkodásban és nyugalomban teljen ez a hetünk is, és ezért gyűlünk össze szerte az országban ezen a héten. 76 óra, 76 név címmel, 76 órás online közvetítéssel emlékezik meg az egységes magyarországi izraelita hitközség a budapesti gettó felszabadulásának 76. évfordulójáról. A műsor folyamban túlélők emlékeznek vissza a vészkorszakra, és beszélgetéseket is lehet hallgatni a holokauszt, valamint a vallás kapcsolatáról. Köves Lomó főrabbi a holokausztnak emléket állító Sorsok házával kapcsolatban arról beszélt, hogy 1-1,5 év múlva megnyithat az intézmény. Mi azt próbáltuk saját magunk számára meghatározni, hogy mik azok az alapkeretek, mielőtt a történetnek és a történelmi folyamatnak a részleteiben elvesznénk, mik azok az alapkeretek, amelyek valahogy körülrajzolják azt a keretet, amin belül el tudjuk azt érni, hogy tényleg egy maradandó élményt és egy méltó emlékezést tudjunk teremteni ezen központon keresztül. Megint eltelt egy év, ismét jelezni kell a munkáltatóknál, hogyha valaki jogosult valamilyen adókedvezményre, a gyerekes szülők, a fiatal házasok, a 4 vagy több gyermeket nevelő édesanyák, valamint a krónikus betegek közül is többen jogosultak az SZIA kedvezményekre. Aki időben jelzi ezt, már február első napjaiban magasabb fizetést kap, de utólag is igénybe lehet venni, csak akkor később jut hozzá az ember a plusz pénzhez. Ide ebbe a sorba ezt az összeget kell beírni? Jó ez, amit én itt csináltam? Megnézzük, mert én a tősökönyvet megnézzük. Bár több éve a Nemzeti Adó és Vámhivatal készíti el a személyi jövedelemadó bevallásokat, pontosabban azok tervezetét, sokan még ma is a könyvelők segítségét kérik, például abban, hogy milyen adókedvezményt vehetnek igénybe.
A kormány több, az Európai Unióban is egyedülálló kedvezményt nyújt a családoknak. Ilyen például az első házasok kedvezménye, amely két éven keresztül havonta 5000 forint adó megtakarítás jelent a házaspároknak. A családi kedvezménnyel pedig az egy gyermeket nevelőknél 10000 forint, a két gyermeket nevelőknél gyermekenként 20000 forint, míg a három vagy több gyermeket nevelőknél gyermekenként már 33000 forinttal több kerülhet havonta a családi kasszába. Ez azt jelenti, hogy a családi adókedvezmény az egygyermekes családoknak 120000, a két gyermekeseknek 480000, míg a nagycsaládosoknak minimum 1.188.000 forint plusz pénzt jelent évente. Januárban havi 8050 forint személyi kedvezmény jár az adókból azoknak, akik rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülnek, és azoknak, akik súlyos krónikus betegségben szenvednek, például cukorbetegek. Gyertek ebédelni, de előtte kis mosás! Tavaly január elején lépett életbe a négy vagy több gyermekes anyák kedvezménye, akik mentesülnek a személyi jövedelemadó alól. A legfrissebb adatok szerint a koronavírus válság ellenére jelentősen nőtt a kedvezményt igénybevevők száma. Míg 2020. januárjában 38000 legalább négy gyermekes anya élt a kedvezménnyel, addig novemberben már 46000. A pénzügyminisztérium is igyekszik minden évben felhívni a figyelmet arra, hogy már az első bérszámfejtés előtt célszerű nyilatkozni az adókedvezményekről, mert ahogy arról korábban az adóügyekért felelős államtitkár is beszámolt, a munkáltatók már a januári fizetésben is figyelembe veszik ezeket. Aki ezt elmulasztja, az már csak a következő évi bevallásban kérheti a neki járó kedvezmény összegét. Már a januári bér is magasabb lehet ezekkel az adó összegekkel, hogyha a munkavállalók megteszik a kellő nyilatkozatokat, megteszik az adó előleg nyilatkozatokat a munkáltatónál. Erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ezt minden munkavállaló tegye meg, még most januárban, hogy ne kelljen várni feltétlenül jövő év májusáig, amikor hozzájut ehhez a pénzhez. Az adókedvezményekre jogosultatnak csak annyit kell tenniük, hogy a NAV honlapján is megtalálható formanyomtatványt kitöltve leadják munkáltatójuknak legkésőbb január végéig. Vagy használják az adóhivatal online nyomtatvány kitöltő alkalmazását, az így beérkezett nyilatkozatokat a hatóság automatikusan továbbítja az abban megjelölt munkáltatónak, így nincs szükség nyomtatásra és irattárolásra sem. Az MSZP szerint a kormány a multicégeket támogatja, és nem a járvány miatt veszélybe került munkahelyeket próbálja megvédeni. Komját Imre azt mondta, hogy a kis és közepes vállalkozásokat kellene szerinte segíteni, valamint azokat, akik elveszítették a munkájukat. Az MSZP 80%-os bértámogatást adna. Az MSZP követeli 80%-os bértámogatást, az elbocsátás előtt álló dolgozók számára nettó 180000 forintig, a munkahely megtartása mellett 3-6 hónapig. A DK kerületi polgármesterei tételes tájékoztatást adnak arról, hogy a kormány szerintük milyen elvonásokkal sújtja az önkormányzatokat. Gyénémet Erzsébet szerint a kormány nem a vírussal vagy a gazdasági válsággal harcol, hanem az önkormányzatokkal. Mi vigyázunk Budapestre, méghozzá a kormány helyett is, bármennyi pénzt von is el a fővárostól és a kerületektől. A megszorításokról pedig minden budapesti embernek el fogjuk mondani, hogy az a kormány műve. Egy nap alatt elfogta a rendőrség azokat, akik tegnap fényes nappal megkéseltek egy fiatalt egy budapesti villamos megállóban. A 20 évesekből álló négy fős társaság vitába keveredett a későbbi áldozatukkal, egyikük kést rántott és életveszélyesen megsebesítette a fiatal férfit, ezek után pedig elmenekültek. A rendőrség egy fővárosi lakásban fogta el a banda három tagját, negyedik társuk pedig önként feladta magát. A késelő ellen emberölési kísérlet, a másik három fiatal ügyében pedig segítségnyújtás elmulasztása miatt indult eljárás. Kisiklott egy tehervonat Mura keresztúron, azt még vizsgálják, hogy miért. A MÁV a honlapján hozott nyilvánosságra néhány fotót, ezeken az látszik, hogy a konténereket szállító szerelvény több vagonja a peronra csúszott, az egyik rakomány pedig a vágányokra borult. A személyvonatok forgalmát nem akadályozta a baleset.
És akkor vissza a téli időjáráshoz. A híradó elején láthatták, hogy végre igazi tél volt a hétvégén, főként a gyerekes családok nagy örömére. A hegyekben szánkozni is lehetett, sorra nyitnak ki a hóágyúzható sípályák, sőt, néhány kisebb tavon már a korcsolyázókat is elbírja a jég. A járvány miatt bevezetett korlátozások igencsak szűkítik ezen a télen a lehetséges programok körét. Nem csoda, hogy tízezrek rohantak fel a hegyekbe. Szánkózók hada lepte el az eplényi pályát a hétvégén. Még a legkisebbek ezt, addig a nagyobbak a sípályát vették birtokba. A családok azt mondják, igazi felüdülés mindez a karantén időszak után. Évente eljárunk síelni, de ez az első alkalom, hogy eplényben vagyunk. És nekem nagyon nagy meglepetés volt a pálya, hogy ilyen jó minőségben. És tényleg szinte olyan, mint Ausztriában egy kisebb pálya. Sokan a járvány miatt a külföldi pályák helyett a hazaiakat választják idén. Az üzemeltetők azt mondják, örülnek a forgalomnak, és mindent megtesznek azért, hogy a síelők a járvány ellenére is biztonságban érezzék magukat. Úgy számoljuk, hogy nálunk, még ha sokan vannak, akkor is jut legalább 20 négyzetméter fejenként minden egyes sportolóra. Telepítettünk 20 darab extra készfertőtlenítő pontot a sípálya területén, és az a szerencsénk, hogy a maszkot is hordják az emberek, mivel ez a síelés alaptartozéka. Visegrádon alig néhány napja nyílt meg idén először a síközpont. Sokan az időjárást kihasználva itt töltötték az időt. Örülök neki, hogy itt Budapest körzetében legalább van egy olyan sípálya, hogyha a természet hozzájárul, akkor lehet síelni. Nagyon élvezzük, jó az időjárás, süt a nap. Az első idei hó kicsalogatta a családokat a természetbe Tatabányán is. A környéket ellepték a kirándulók. Nincs hideg, ittunk meleg teát, tökéletes az idő. Friss a levegő, nagyon jó. És nem szegte kedvét a sportolóknak sem a csípős hideg. A budapesti Városligetbe nem csak sétálni, edzeni is jöttek az emberek. Hűvösnek hűvös van, viszont aki szerintem szereti a sportot, az ugyanúgy kitart is ilyen nap, mint nap, ahogy kedves tanítványom is. A Balatonpart is sokakat vonzott a hétvégén. Egyelőre még csak a széle jegesedik, több hazai tó azonban szinte már teljesen befagyott. A Kaposvár melletti Deseda tó és a Velencei tó például, ahol tucatnyi gyerek várta türelmetlenül, hogy korcsolyázhasson. Az volt a terv, hogy hogyha esetleg van egy kis hó, akkor szánkózunk, de amúgy hoztunk korikat is, benn van az összes a kocsiba. Hát leteszteltük, hogy van elég jég, de sajnos az elején egy gyerek bele is szakadt, sajnos nem lehet most korizni. A hét közepén érkező melegfront miatt várhatóan semmelyik tavon vagy folyón nem lesz ideje vastagra és biztonságosra hízni a jégnek. Ez nem jó hír persze. Régen túl vagyunk vízkereszten, ilyenkor már azok is leszedik a karácsonyfát, akik egyébként nem tartják szigorúan a hagyományokat. Az elszáradt fenyőket országszerte külön is gyűjtik a szemétszállítást végző cégek. Budapesten a távfűtésben energiaként hasznosulnak újra a fák. Kupacokban hevernek a kidobott fenyők ezen a budapesti lakótelepen. Most szinte mindenhol az országban elszáradt fenyőkkel lehet találkozni. Sokan csak ezekben a napokban válnak meg a karácsonyfától, pedig már január közepe van. Azt mondják, szeretik, ha még kitart otthon az ünnepi hangulat. Szeretem az illatát is, a fényeket, úgyhogy igazából meg sajnálom. Sajnálom, mert ugye az igazi fa az sokáig szép, nekünk még szép otthon, úgyhogy ezért még egyelőre, amíg lehet, addig megtartom. Január 6-a vízkereszt után országszerte elkezdték a kidobott fák begyűjtését. A becslések szerint ilyenkor Budapesten mintegy 5-600 ezer fenyő kerül ki az utcákra. A begyűjtésükre most is úgynevezett fenyőfajáratok indultak. Ilyen kijelölt gyűjtőpontokról is összeszedik az elszáradt fenyőket. 250 van belőlük Budapesten. Nagyjából február közepéig mindenhonnan elviszik a karácsonyfákat, de a kukák mellé ezután is ki lehet majd helyezni a fenyőket. A fővárosi közterület fenntartó azt kéri mindenkitől, hogy ne így, mások közlekedését akadályozva tegyék ki a fákat. Kérjük, hogy figyeljen oda arra, hogy rakja ki, hogy ne akadályozza a gyalogos forgalmat, a kismamákat, akik gyerekkocsival közlekednek, ne akadályozza a parkolást, ne kerüljön ki az útburkolatra, zavarja az autók közlekedését. A fákat az elszállításuk után újra hasznosítják. A közterület fenntartó speciális gépei előbb felvágják a karácsonyfát, majd elégetik. Termikusan hasznosítjuk,
és ez a hasznosítás azért rendkívül környezetbarát megoldás, mert úgynevezett kapcsolt energiatermelés formájában távhőt és elektromos áramot, villamos energiát nyerünk ki belőle. A környezetbarát eljárással nagyjából 50 ezer háztartás éves áramigényének megfelelő energiát állítanak elő. Meghalt Sas József, Jászai Mari díjas színművész, rendező, humorista. 1957-ben végezte el a színiiskolát, ezután a Győri, valamint a Békés megyei színháznak is tagja volt. 1973-tól a Mikroszkóp színpad művészeként, később pedig 10 éven át igazgatóként, rendezőként dolgozott. Közben állandó közreműködője volt a rádió és tévékabaréknak, több nagy lemeze is megjelent, számos önálló estet írt és adott elő. Sas József hosszantartó, súlyos betegség után hunyt el 82 évesen.